Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Na hát kérem szépen, Ethan Hawke 50 éves, úgyhogy egyébként Austin, Texas a születésének helyszíne, amerikai színész, író, és őtőle idézünk egy kiválót. Ács Gábor találta Ethan Hawke-tól, aki nagy rajongója Ethan Hawke-nak, tegnap is látta a Hét Mesterlövészben Ethan Hawke-ot, úgyhogy nem? Rosszul mondom? Na, utoljára a Holdköltök társaságában láttam, kis túlzás. Na, tessék. Hát az 89-ben volt még. Hát meg azóta néhányszor, azt tényleg nagyon szerettem. És az egyik legjobb filmjét, a Gattakát, azt láttad? Azt nem. Hát azt pedig nagyon ajánlom, egy fantasztikusan jó sci-fi egyébként, úgyhogy, de hát nagyon sok jó filmje van neki. Azt mondja, hogy sok híres emberrel találkoztam, amikor kb. 24 éves voltam. De egyikük sem tűnt szimpatikusnak. Ezért nem értettem, miért kéne azért küzdjek, hogy én is hozzájuk hasonlóvá váljak. Hát egyébként Ethan Hawke ezt többször is elmondta, és abba is akarta hagyni, vagy azt hiszem rövidebb időkre abba is hagyta az egészet, de aztán valahogy mindig visszatalált. Úgyhogy hát 50 éves a mai napom. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben. Igen, ez nem az a rovat, aminek most lennie kell, de ezt csak most vettem észre, ez egy ilyen pénteki nap, úgyhogy majd a rendes rovat szignált is le fogjuk játszani, természetesen, úgyhogy, mert arra figyeltem egyébként, hogy milyen üzeneteket kaptunk, úgyhogy majd megkeresem a rendes rovat szignálunkat. Igen, még tartozol nekem a trollnak az üzeneteivel is. Azt is el fogom mondani. De egyébként, lekötött, igen. Egyébként lábnyom rovatunk van most, ami teljesen más, és arról beszélgetünk Strasser Kátai Bernadettel, a Real Nature Kft. Ügyvezető és Turcsán Tündével, a GFK FMCG üzletág igazgatójával, hogy vajon tényleg a hazai mindenféle szermentes, természetes élelmiszereket vásároljuk, vagy csak beszélünk róluk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, szervusztok! Na, akkor nézzük az adatokat. Mi történik? Tényleg az van, hogy elkezdtük ezeket a hazai élelmiszereket vásárolni, amik természetes élelmiszerek, minden adalékanyagtól mentesek, vagy pedig ez egy hype, amiről inkább beszél a hazai fogyasztó? Hát tulajdonképpen ugye kezdeném azzal, hogy van nagyon sok kommunikációs elem, amit be lehet építeni a hazai termék, illetve a termékbevezetések kapcsán. A vásárlási szokások nagyon nagy mértékben változtak most itt a COVID egyes, illetve második lépésénél. Folyamatosan mi is nézzük természetesen ezeket a hatásokat, illetve változásokat a vásárlási szokásokban. Mi az, ami generálja a vásárlást esetleg az egészséges termékek irányába, mit kell figyelembe vennünk. Ezért sokat dolgozunk együtt ugye a GFK-val és Tündével, akik felmérik, illetve folyamatosan monitorozzák a vásárlási szokásokat. És mit, Tünde, mit találtatok? Milyen adatok vannak? Ez abszolút nagyon kétfelé ágazik, mert sajnos a mai háztartásoknak kb. 67%-ában van olyan egy ember, aki valamire érzékeny, valamire intoleráns, és egy kicsit jobban oda kell figyelni arra, hogy mit étkezik. Tehát egyrésztről van egy ilyen extrán generált érdeklődési kör, másrészt meg azoknak az aránya is, akik csak alapból egészségtudatosabbak, és jobban odafigyelnek arra, hogy mit esznek meg, mit visznek haza, hogyan táplálják a szervezetüket, azoknak az aránya is nőtt egyébként az utóbbi időszakban. Természetesen a COVID-nak azért itt is látszik a hatása,
mert egy picit az első időszakban, főleg a pánik idején, amikor bármit hazavittünk csak azért, hogy biztos, ami biztos legyen otthon, az azért ott nagyon látszott, hogy vegyes volt a kép, de utána mindenki lenyugodott, és szépen visszaállni látszik a trend, tovább erősödik, tehát ennek igenis van fontossága, és oda kell figyelnünk. Úgyhogy én nem gondolom, hogy csak hype-olt trend lenne egyébként. Hát akkor még a csökkenő vásárlóerő az nem látszik, tehát nem töri a trendet legalábbis az eddigi adatok alapján? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én mindig azt mondtam, hogy mi nagyon jó üzletágban vagyunk, mert hogy élelmiszer, teljesen mindegy, hogy milyen probléma van, enni mindig kell. Úgyhogy mi, amit látunk az idei időszakban, hogy pont ezért, hogy átrendeződtek teljesen a fogyasztási szokások, ugye nem mentek a gyerekek iskolába, mindenki otthon evett, pont ezért a háztartások többet vittek haza. Mi meg pont ezt látjuk, hogy otthon mi, mennyi, miből, hogyan fogyott, és ott azt látjuk, hogy nagyon erős növekedés volt egyébként az otthoni vásárlásokba, és ez mindenre kiterjedt. Tehát nem látjuk azt, hogy nagyon-nagyon visszafogtak volna az elsőnél, és olcsóbb termékre váltok, kis rosszabb minőségű termékre váltok, tehát egyelőre nincs ilyen trend a piacon, hanem azt látjuk, hogy próbálják szinten tartani még a fogyasztásaikat, a vásárlásaikat. Nagyon erős preferenciák azért beépültek, a magyar vásárlók nagyon tudatosak, és ez alapján választanak, hogy ők mit szeretnének. Az egyértelmű, hogyha ez sokáig el fog tartani, és hogyha rányomja a gazdaságra a bélyegét, ugye kevesebb pénz lesz a családoknál, akkor előbb-utóbb az embernek jobban oda kell figyelni, és ez is megszenvedi jobban ezt a helyzetet. Azt továbbra is fönnáll, hogy összefüggés van az iskolai végzettség és az egészség tudatosság között, vagy ez már kezd homályosulni az idővel? Vannak még ilyen eltérések, igen, de nem annyira szignifikáns, mint régebben. Tehát az alapfokú és a középfokú végzettségűeknél is egyre jelentősebb az, hogy egészségtudatosan szeretnének élni. Mindenki a saját pénztárcájához mérten próbálja ebből a lehetőségeit kihasználni. Lehet, hogy picit off-topic, az sem segít, hogy azért tudjuk, hogy a zöldséggyümölcs például árai az utóbbi időszakban elszálltak, és hát az is nagyon-nagyon korlátozza az emberek lehetőségeit. Deti, akkor visszatérnék azzal a kérdéssel, amit így ezek alapján nyilván átgondoltok ti is, hogy ugye magának a Real Nature-nek a neve az egészségtudatossággal, fenntarthatósággal egybeolvadt. A termékfejlesztésben és a stratégiában, tervezésben ezeket az adatokat látva, hogy látjátok a jövőt? Tehát tulajdonképpen nekünk mindig azt kell mérlegelni, hogy milyenek a nemzetközi vásárlási szokások. A nemzetközi vásárlási szokások mennyire hatnak a hazai élelmiszervásárlási szokásokra. Azt kell nagyon tisztában lennünk vele, hogy ezek a trendek hogyan alakulnak, és esetleg mennyire tudunk előremutató vásárlási szokásokat esetleg generálni bizonyos szegmensekben. Például a GFK-val nagyon hatékonyan együttműködünk különböző egyedi piackutatásokban. Így is vezettük át az egyik brandünket, a Good Milk brandet egy teljesen cukorcsökkentett változatba, egy upgrade változatba. Tudtuk azt, hogy hogyan kutassuk le, mi az, amit a fogyasztó vásárol, illetve mi az, amit igényel a vásárló, egy tudatos vásárló. Visszatérve az előző gondolatmenetre, mi azt látjuk a vásárlási szokásokban, hogy jelenleg a COVID és COVID hatására nem az on-the-go és kis kiszerelések vásárlása generálódik, hanem inkább a nagy kiszerelések. Tehát inkább a nagy 750 ml-es joghurtokat viszik haza a fogyasztók, inkább sem, mint a 100 ml-es kisebb termékeket. Nagyon fontos nekünk előremutató irányzatokat figyelembe venni, és úgy újabb termékeket bevezetni, hisz teljesen megváltoztak most a COVID hatására a tudatos és egészségtudatos vásárlási szokások is. Itt közben néztem az adatokat, ugye, amit Tünde is emlegetett, és abban ugye benne van ez az a magyar termék, adaléktól mentes, tartósítószermentes, természetes összetételű, és az olcsó. És az is benne van, és ugye ezen megy itt a beszélgetés lényegében, hogy a COVID hatására, a gazdasági lassulás hatására a pénztárcákat is elkezdik jobban nézni. De az egy nagy kérdés, hogy vajon, ha már elmentünk ebbe az egészségtudatosságba,
tudatos irányba, akkor az, hogy olcsó, vagy az, hogy mondjuk jobban, tehát jól kijöjjön a hónapban, az mennyire erős? Az nagyon-nagyon erős se nyom alatba, vagy azért nagyon erős se nyom a többi is? Bocsánat, mondjad, Detti. Tehát, hogyha minket kérdezel, ugye nekünk nagyon fontos az, hogy mit és hogyan kommunikálunk, hogy milyen árértékarányban tudunk termékeket a piacon forgalmazni, illetve új termékeket bevezetni. Természetesen, hogyha kevés van a pénztárcában, és erről az előző adásokban is már beszéltünk, másképp osztják föl a vásárlási szokások által azt a pénzösszeget, amiért bizonyos kategóriákra költenek. Itt inkább nekünk, mint gyártóknak az a fontos, hogy új innovációkkal, új kommunikációs lehetőségekkel, új termékeket vezessünk be, amely árérték arányban megfelel azokra a fogyasztási igényeknek, vagy megfelel azoknak a fogyasztási igényeknek, amely alapján generál a fogyasztó, a vásárló. Tünde? Egyrészt az, amit a Deti mond, az nagyon-nagyon fontos, hogy árérték arány. Tehát mindig tudjuk, hogy mi az, ami neki hozzáadott értéket ad, és mi az, amit ő értékel ebbe a termékbe. Főleg azért is, mert ahogy az elején is említettem, hogy mi magyarok nagyon-nagyon tudatos vásárlóknak, fogyasztóknak gondoljuk magunkat, sokkal jobban megválogatjuk, és jobban odafigyelünk arra, hogy mit költünk, és pont ezért az ár egy picit az utóbbi időkben az alapján, amit mi látunk, háttérbe szorult. Tehát nem az volt az elsődlegesen fontos, hogy minél olcsóbb legyen, hanem jobban odafigyeltünk a minőségre, az alapanyagokra, tényleg, hogy az is adott esetben, hogy magyar termék legyen. Most ebbe a helyzetbe azt hiszem, hogy a családok, a háztartások nagyon kiszolgáltatottak. Az a színvonal, amit eddig biztosítottak maguknak, abból az ember már nem nagyon szeretne feladni. De persze, ha nem engedhetem meg magamnak, hogy amit én szeretek, és amihez hozzászoktam, és bízom benne, ez ami nagyon-nagyon fontos, mert a bizalom itt megint csak felértékelődik, az egy frusztrációt okoz. És ez ugyanúgy az árakra is rávetíti a fényét, és újra felértékelődik az árérzékenység egyébként, én azt gondolom. Igen, nyilvánvaló, csak az valószínűleg a kérdés az arra vonatkozott, csak nem tudtam jól kifejezni magam, hogy a más fajta luxusból, vagy a más fajta olyanból, amit megengedhet magának, hogy abból visszavesze, hogy ezt a szintet megtartsa ennél, ami nagyon fontos számára itt az étkezésnél. Egyértelműen, ez látszik. Tehát, hogyha nem csak magában, ugye nagyrészt élelmiszervegyi áru termékeket nézünk, de azért van rálátásunk a többi termékre is, a luxus kategóriáknál ott van egy pici átrendeződés, van egy réteg, aki továbbra is nagyon-nagyon szépen megengedheti magának, és ott nincs változás, viszont azt látjuk, hogy Magyarországon, nézzük egyébként azt is, hogy ez a mi pandémiás hatás, az mennyire érintette már meg a családoknak, kinél volt egyébként, hogy már elveszítették, és tényleg gazdasági problémáik vannak, anyagi problémáik, ki az, akinél már nagyon-nagyon közel van, és ki az, aki abszolút rezisztens, és Magyarországon a legmagasabb azoknak az aránya, 62%, akik nagyon közel vannak ahhoz. Egyébként ez nyáron készült ez a kutatás, hogy tényleg érintsék őket. Aki ténylegesen érintett már anyagilag, financiálisan az olyan 18% volt, de ez a 62, ez a közép réteg, ez borzasztó magas a többi országhoz képest. Tehát itt mielőtt még bejött ez az újabb hullám, a másodiknak, aminek hívjuk, mert ugye minden nap minden változik, még egy picit pozitívabban gondolkoztunk. Most kérdés, hogy ez tényleg mennyire érinti rosszul a családokat. Deti, akkor vissza hozzád egy hallgatói üzenettel, és akkor ezzel tudjuk zárni a mai beszélgetést, hogy és egyre több az etikai okokból tudatos vásárló világszerte és itthon is, írja a kedves hallgató. Igen, ez így van. Tehát látjuk azt, hogy az etikus termékkategória folyamatosan növekszik, akár a növényi kategóriában, akár ugye a vegán kategóriában egyaránt. Azt veszük észre, hogy lehet, hogy kevesebb mennyiséget vásárol a fogyasztó, és ezt látjuk a volumen csökkenéseknél, viszont fontosabb neki, és egyre jobban előtérbe helyezi az, hogy miből van, miből készül, és mennyire etikus maga a termék a gyártás során, illetve az alapanyagok során. Tehát mi egy kicsit azt látjuk inkább, hogy az átrendeződés mégiscsak egy tudatosabb vásárlási intenzitást és növekedést indított el a piacon, és inkább azt nézik meg a fogyasztók, de Tündi ezt
szerintem meg is tudod erősíteni, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő információ a csomagoláson rajta legyen, azok az információk, amely alapján tényleg dönt a vásárló, a végfogyasztó. Hogy mit visz haza. Abszolút fontos, hogy igen, a címkén ezt hogyan kommunikáljuk, és hogy egyértelmű legyen számára. Igen. Okay. Szerintem ezzel lehet itt igazából zárni a beszélgetést, mert ez nagyon fontos az, hogy mennyire és hogyan tudjuk kommunikálni a fogyasztók felé az, hogy egészségtudatos termékek irányába induljon, az, hogy mennyire etikus, szerintem annak még az aránya nem annyira meghatározó, mint az, hogy az alapanyagok tiszták legyenek, és az, ami alapanyag benne van a termékben, az egészség és egészség megőrző tulajdonságokkal rendelkezzen. Nagyon szépen köszönöm nektek, további szép napot, jó munkát kívánok! Köszönjük szépen, mindenkinek szép napot! Turcsán Tündével beszélgettünk, a GFK FMCG üzletág igazgatójával, illetve Strasser Kátai Bernadettel, a Real Nature Kft. Ügyvezetőjével. A Millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovata hangzott el. Lábnyom, neked mekkora van?